úgy fedezte a labdát, hogy esély nem volt odaérni bárki másnak. Itt pedig megvan a mérkőzés vezető találata 14-essel, Braun Bálint góljával 1-0-ra vezet a Puskás Akadémia együttes. Ez egy szép kiugratás volt, ez egy szép indítás a mérkőzés 19. percében pedig. Megvan tehát a vezetés, Braun Bálint nagyon-nagyon higgadtan értékesíti az ittszerét. Radványi nagyon szépen, Radványi egy az egybe viszi, Radványi óriási szóló, nagyon nagy labda, két Puskás játékos, egymás zavarja, de ott van a gól, Bajtel Botond a gólszerző, Braun Bálint után Bajtel Botond is betalál. A bal alsóban rövidbe, Vörös András mellett. Mérkőzés 23. percében 2-0 a mérkőzés állása. Jön a szöglet középre. Ott a fejes, sikerül a gólvonalról kivágni, egészen közelről pedig megvan Moharos Leó gólja is, 3-0 a találkozó állása, mindez a 27. percben történik. Ugye 100%-os teljesítményen lezárt bajnokság felé tesz egy újabb lépést U13-as együttesünk. Kettő mérkőzés lesz még ezen kívül ebből a bajnokságból. Egy Videóton elleni találkozó, miközben jön a negyedik gól a mérkőzésen. Teljes mértékben szétesik a kaposvári együttes, Halászi Harsányi Medárd is feliratkozik a gólszerzők közé, 4-0 a találkozó állása. Egészen hihetetlen a szöglet is, meg ez a találat is azért nagyon jól mutatja a kaposvári védelem széthullását. Laposan középre, ott az újabb helyzet, sőt nem csak egy helyzet, ott az újabb gól, Bajtel Botond az első duplázó a mérkőzésen. 5-0 a találkozó állása az első fél idő utolsó percében, legalábbis ami a rendes játékidőt illeti. Nagy Timur, jó a csel, Nagy, elindul egy maga, Nagy, óriási szóló egyelőre, Nagy már a 16-oson belül, lepattan a kísérlete, ez viszont így lövőhelyzet, jön is a lövés, és jön is az újabb gól a mérkőzésen. Gyemát Kevin a találat szerzője. Második félidő 14. percében járunk, itt most valamivel hamarabb jön a gól, ez azt jelenti, hogy 44. perc összeszítésben, és 6-0 a mérkőzés állása. Na nézzük a hatodik szögletet, nem is rossz, sőt, mi több, olyannyira nem rossz, hogy Braun Bálint is megszerzi második gólját a mérkőzésen. Összességében ez a Puskás Akadémia 7. gólja a találkozón.